14. fejezet, mely röviden leírja a pávánál összegyűlt társaságot, és közli a vigéc elbeszélését. Jól esik az embernek a politikai élet visszájai és zűrzavara után ismét behajózni a magánélet csöndes révébe. Noha Pikvik úr voltaképpen egyik párthoz sem múzott valami nagyon, Pott úr lelkesedése őt is annyira feltüzelte, hogy minden idejét és figyelmét azoknak az eseményeknek szentelte, melyeknek leírását a legutóbbi fejezetben közöltük. Pikvik úr saját kezű főjegyzései nyomán. Mi alatt ő így el volt foglalva, Winkl úr sem tétlenkedett. Ugyanis kellemes kis sétákkal és rövid falusi kirándulásokkal töltötte az idejét Potné társaságában, aki, ha e fajta alkalom kínálkozott, sohasem mulasztotta el, hogy egy kis szabadulást keressen abból a terhes egyhangúságból, amelyről állandóan panaszkodott. Miután ez a két úr ilyen jól berendezkedett a szerkesztő házában, Tapmen úr és Snodges úr meglehetősen magukra voltak utalva. Mint hogy a közügyek nem igen érdekelték őket, idejüket jó részt olyan mulatságokkal töltötték, amilyennel a páva szolgált s ez nem volt egyéb, mint egy tivoli asztal az első emeleten, és egy félre eső teke a hátulsó udvarban. Mind a két játék tudományába és fortéjaiba, melyek sokkal bonyodalmasabbak, mint az emberek általában hinnék, Weller úr avatta be őket apránként, aki mesterien értett az efféle szórakozásokhoz. Így aztán, ha bár megvoltak fosztva a Pikvik úr hasznos és kellemes társaságától, mégiscsak eltöltötték idejüket, és módját lelték, hogy elüssék a hosszú órák unalmát. De igazában a páva esténként szolgált nekik olyan szórakozással, hogy a két jó barát képes volt ellenállni még a nagy képességű, de unalmas pot úr meghívásának is. Esténként megtelt a fogadó társalgója, a kereskedők terme, azzal a társasággal, amelynek szokásait és egyes tagjait Tapmen úr nagy gyönyörűséggel tanulmányozta, s melynek cselekedeteit és mondásait Snodgrass úr rendszeresen feljegyezte. Minnyáján tudjuk, hogy általában miféle hely egy ilyen társalgó. A páva kereskedő termesem különbözött lényegesen más fogadók hasonló helyiségeitől, azaz egy nagy kopárterem volt, amelynek berendezése újkorában kétségkívül szebben festetett, közepén egy nagy asztallal, és a sarkaiban különböző, kisebb asztalokkal. Más-más formájú székek, nagy választéka állt benne, és egy ócska török szőnyeg, amely körülbelül úgy aránylott a szoba méreteihez, mint egy női zsebkendő egy bakterház padlójához. A falakat néhány jókora térképékesítette, és az egyik sarokban, Hosszú sor fakampón viharvert nagy, durva köpönyegek lógtak, sokrétű körkallérral. A kandalló párkányát egy fa tintatartó díszítette, benne egy csónka és egy fél ostya. Egy postakönyv és címjegyzék. A megye története födél nélkül, és üveg koporsóban egy pisztránk földi maradványai. Dohányszak töltötte meg a levegőt, és a dohány füstől az egész szoba vöröses-barna színt kapott, kiváltképpen a mocskos piros függönyök, melyek az ablakokat fették. A tálaló asztalon különböző tárgyak álltak nagy összevisszaságban, amelyek közül leginkább szembe tűnt néhány nagyon homályos, halmártásos üvegcse, egy pár kocsi ülés, két vagy három ostor, ugyanannyi úti sálkendő, egy kosár kés, meg villa, és a mustár. Ebben a helyiségben üldögél Tapmen úr és Snowdress úr, iddogálva és füstölve, a fogadó néhány más ideiglenes lakójával együtt, a választás berekeztése után való este. No, uraim, mondta egy negyven év körüli kövér, egészséges férfi, akinek csak félszeme volt, méghozzá nagyon fényes, fekete fél szeme amelyben csak úgy csillogott a jó kedvés a huncutság, kocincsunk a magunk kiváló egészségére. Mindig így szoktam kocintani a társasággal, magam pedig a Méri egészségére iszom. Igaz-e, Méri? Ugyan menjen már, komiszember, mondta a kiszolgáló lány, ám bár nyilvánvalóan nem vette zokon a bókot. Ne szaladjon el, Méri, mondta a fekete szemű ember. Hagyjon békében maga szemtelem, mondta a fiatal lány. Jól van, jól, mondta a félszemű ember, a leány után kiáltva, amikor ez kiment a szobából. Megyek már, megyek, Méri, ne búsuljon, drágám! S azzal, ami nem nehéz dolog, rákacsintott a társaságra a fél egy mocskos képű és cseréppipás öreg alak nagy mulatságára. Bolondos jószág az asszony, mondta a mocskos képű ember egy kis hallgatás után. No, az már igaz, mondta egy tulipiros képű ember, szivarral a szájában. Ezután a rövid kis filozofálás után újabb szünet támadt. Mind a mellett higgyel, hogy bolondabb dolgok is vannak a világon, mint az asszonyok, mondta a fekete szemű ember, miközben lassan tömögette nagy hasú hollandi pipáját. Van felesége? kérdezte a mocskos arcú. Azt nem mondhatnám. Mindjárt gondoltam, és azzal a mocskos arcú ember nagy kacagásba tört ki saját feleletén, és vele együtt nevetni kezdett egy kedves hangú, egykedvű arcú ember is, aki mindig kötelességének tartotta, hogy mindenkivel egy nézeten legyen. De azért, uraim, mondta a lelkes Snowdress úr, mégiscsak a nő, ami életünk nagy támasza és boldogsága. Bizony az, mondta az egykedvű ember. Már amikor jó kedvében van, vágott közbe a mocskos képű ember. Az is igaz, mondta az egykedvű ember. Tiltakozom ez ellen a megszorítás ellen, mondta Snowdress úr, akinek a gondolatai egyszerre visszaszálltak Emily Wardle kisasszonyhoz. Tiltakozom ellenes, megvetéssel és felháborodva visszautasítom. Szeretném látni azt a férfit, aki felmer hozni valamit a nők ellen, mint olyanok ellen, az ilyen embernek bátran a szemébe mondom, hogy nem is férfi. És Snodgrass úr kivette szájából a szivart, és az öklével nagyot csapott az asztalra. Jól érvel, mondta a higgat úr, jól megfelelt, annyi biztos. De az állítását mégis tagadom, szólt közben a mocskos képű. Sok igazság van az ön megjegyzésében is, uram, mondta az egykedvű úr. Egészségére, uram, mondta a félszemű vigéc, s egy helyeslő bólintással fordul Snowdress úr felé. Snowdress úr viszonozta a jó kívánságot. Mindig szívesen hallgatom az érdekes vitákat, folytatta a vigéc, kivált, ha ilyen jól oda mondanak egymásnak, mint itt. Tanulságos az efféle. De erről a kis vitáról is eszembe jut egy történet, amit a nagybátyámtól hallottam egyszer, és éppen ezzel a történettel kapcsolatban mondtam az imént, hogy néha még bolondabb dolgokkal is találkozik az ember, mint az asszonyok. Szeretném hallani azt a történetet, mondta a vörösképű ember szivarral a szájában. Szeretné? A vigés csak ennyit felelt rá, és nagy buzgalommal szívta tovább a szivarját. Én is szeretném hallani, mondta Tápmen úr, aki most szólalt meg először, és aki mindig igyekezett kibővíteni, tapasztalatainak a tárházát. Szeretné hallani ön is? Akkor hát elmondom. De nem, mégsem. Tudom, hogy úgy sem hinnék el, mondta a huncut szemű ember, s még huncut abból kacsingatott rájuk a fél szemével, mint eddig. Dehogy nem hisszük el, ha ön azt állítja, hogy igaz történet, mondta Tapman úr. Na jó, hát ezzel a feltétellel elmondom, felelte a vigéc. Hallották-e hírét valaha a Bilzon és Szlám nagykereskedő cégnek? Ám bár az sem változtat a dolgon, ha nem hallották, mert ezek már réges-régen visszavonultak az üzleti élettől. 80 esztendeje, hogy a cég egyik utazójával, aki testi-lelki jóbarátja volt nagybátyámnak, megesett ez a dolog. Nekem a nagybátyám mesélte el a történetet. Furcsa címe van, de a nagybátyám mindig csak úgy emlegette, hogy a vigéc elbeszélése. És nagyjából így mesélte el rendszerint. Egy téli este, öt óra tájban, éppen amikor sötétedni kezdett, a Málborói síkságon a Bristol felé vezető országúton egy embert lehetett volna látni, aki javában nógatta fáradt lovát. Azt mondom, hogy lehetett volna látni, és nem is kételkedem benne, hogy látták volna, ha véletlenül odavetődik valaki, aki nincsen vaksággal megverve. De olyan cudar idő volt, az éjszaka olyan hideg és nyírkos, hogy az esőn kívül senki más nem járt odakint, úgy, hogy az utas egymagában és elég bánatosan döcögött kocsián az országút közepén. Ha valamelyik akkori vigész láthatta volna azt az agyakszínűre festett, piroskerekű, nyaktörő kis giget, meg azt a komisz természetű, makrancos, gyorslábú pejkancát, amelyik úgy festett, mintha egy mészáros lovának és egy postai póninak a keresztezéséből született volna. Hát, az a vigéc rögtön tudta volna, hogy ez az utas nem lehetett más, mint Tom Smart, a nagy Bilzoni Slam cégtől. Szíton utca, London. Mint hogy azonban nem volt a közelben semmiféle vigéc, hogy nézze őt, senki nem tudott semmit a dologról és Tom Smart, meg a piros kerekű, sárgára festett gigje és gyorslábú csökönyös kancája folytatták az utat, megőrizve közös titkokat. Még ezen a keserves világon is van igen sok kellemesebb hely, mint a málborói síkság, amikor a szél keményen süvöltözik fölötte. S ehhez még hozzáveszünk a komor téli estét, a csúszós, sáros, latyakos országutat, az olmos csapó esőt, és mindezt a hatás megállapítása véget ki is próbáljuk tulajdon személyünkön, akkor tapasztalhatjuk ennek a megjegyzésnek igazságát. Fújt a szél, nem szembe vagy hátra, ami szintén elég kellemetlen, hanem éppen keresztbe, és rézsút verte le az esőt, mint azok a kék vonalak, amelyeket az iskolai írkákba szoktak nyomtatni, hogy a fiúk szépen döntsék a betüket jobbra. Egy pillanatra elcsöndesült, s az utazó már azzal a reménnyel kezdte magát hitegetni, hogy a szél kimerült az eddigi tombolásban, és most már szépen elült, amikor ssss, messziről újra zúgni és süvölteni kezdett. Aztán fütyülve száguldott végig a dombokon, végig söpörte a síkságot, és a zúgása meg az ereje nőttön nőtt, amint egyre jobban közeledett. Míg végre egy hatalmas rohammal nekiesett lónak és embernek, az olmos esőt fülükbe csapta, s nedves fagyos lehellete a csontjukig hatolt. Aztán tovább vágtatott messzire, nagyon messzire, fülsüketítő bömböléssel, melyel, mint a gúnyolná az ő gyöngeségüket, s újjongan a tulajdon erején és hatalmán. A pejkanca ázott fülekkel kocogott a sárban és a tócsákon át. Olykor-olykor fölszegte a fejét, mintha rosszallását akarta volna kifejezni az elemek udvariatlan viselkedése iránt de azért csak törtetett előre szépen, amikor egyszerre egy sokkalta dühösebb szélrohan, mint amilyen nekem már túlesett, arra kényszerítette, hogy hirtelen megálljon, és mind a négy lábát jó erősen megvesse a földön, mert különben felfordult volna. Különös szerencse volt, hogy így cselekedett, mert a pejkanca olyan könnyed, a gig olyan könnyű volt, s ráadásul Tom Smart is olyan keveset nyomott, hogy mind a hárman együtt gurultak volna talán a világ végére, vagy amíg a szél el nem ül. És mind a két esetben a valószínűség mellett szól, hogy a makrancos kanca, valamint az agyakszínű piros kerekű gig, nem különben Tom Smart, mind örökre munka képtelenné váltak volna. Ej, hogy csapna belétek a mennykő, mondta Tom Smart, mert megvolt neki az a csúnya szokása, hogy néha szeretett káromkodni. Csapna belétek a mennykő, mondta Tom. meg az ördög, ha láttam már ennél cudarabb időt. Önök valószínűleg azt kérdezik tőlem, hogy miután Tom már elég szépen megfürdött, miért fejezte ki mégis abbeli kívánságát, hogy még egyszer átessen ezen a mulatságon? Én bizony nem tudom. Csak annyit tudok, hogy Tom Smart így mondta, vagy legalábbis a nagybátyámnak úgy adta elő, hogy így mondta, ami különben egyre megy. Főrösszöm meg az ördög, mondta Tom Smart, és a kanca válaszol nyihogott egyet, mintha neki is szakasztott ez volna a véleménye. Föl a fejjel, öreg, ne busulj, mondta Tom, s az ostor a hegyével megütögette a pejkanca nyakát. Nem akarlak nagyon meghajszolni ilyen időben, mint ez a mai éjszaka. A legelső házban, ahová érünk, megszállunk, és mennél jobban nyargalsz, annál hamarabb vége lesz. Gyíja, öreg, kocog csak! előre. Hogy a pejkanca annyira ismerte már Tom hangkortozását, hogy megértett belőle mindent, vagy pedig úgy találta, hogy jobban fázik, ha veszteg el, mint ha mozog, ezt persze nem tudnám megmondani. De annyit mondhatok, hogy mihely Tom bevégezte mondókáját, a ló a füleit hegyezve sebesen tovanyargalt, és az agyak színű giget úgy összevisszarázta, hogy az ember azt hihette volna, hogy a piros küllők menten szétröpülnek a málborói síkság mezein. És még Tom sem tudta megállítani vagy megfékezni ügyes kocsis létére, amíg a ló a maga jó szántából meg nem állt egy útmenti fogadó előtt, az országút jobb oldalán, körülbelül egy nyolcad mérföldnyire a síkság végétől. Tom egy futó pillantással föltekintett a házra, mi alatt a gyeplőt oda az istáló fiúnak, és az ostort beledugta tartójába a bakon. Furcsa, régi, zsindejes téglaalkotmány volt, gerendákkal a homlokzatán, mint egy faberakásokkal, a gyalogjáró fölé messzire kiugró tornyos ablakokkal, és egy sötét folyosóra nyíló, alacsony ajtó, s két meredek lépcsőfok vezetett a ház belsejébe, helyet hogy mai divat szerint egy csomó alacsony lépcsőfoka lett volna. Mind a mellett barátságos külsejű épület volt, mert az ivószoba ablakából vidám világosság vetődött ki az úttestre, s még a szemközt húzódó sövényre is átvilágított. Szemben az ablakban pirosas fény lobogott, mely az egyik pillanatban csak halványan derengett, de a másik pillanatban felragyogva sugárzott át a lebocsátott függönyökön, és elárulta, hogy odabent vígan pattog a tűz. Tom, aki ezeket az apróságokat a tapasztalt utazó szemével rögtön észrevette, olyan gyorsan szállt ki a kocsiból, amilyen gyorsan csak engedték félig elfogyott tagjai, aztán belépett a házba. Nem telt bele öt perc sem, és Tom már is tanyát ütött az ivóval átellenben fekvő szobában, éppen abban a szobában, ahol a lobogó tüzet már odakintről megsejtette. A kiadósan ropogó tűz mellett, melyre egy zsák szenet raktak és annyi fát, hogy kitelt volna belőle vagy hat kisebb fajta pöszméte bokor, felrakva magasra a kandalló félmagasságáig is, amely olyan vidámon duruzsolt, hogy már a muzsikája is fölmelegítette volna minden okos ember szívét. Már ez is jól esett Tomnak, de ez még nem volt minden, mert egy takarosan öltözött, csillogó szemű, szép falusi lány vakító fehér abrosz terített az asztalra. S minthogy Tom papucsos lábát felrakva a kandalló rácsára, háttal ült a nyitott ajtónak, a kandalló fölött függő tükörben a söntés gyönyörűséges képét láthatta tükröződni, aranyos szédulájú zöld palackok hosszú sorát, ecetes uborkák és befőttek köcsögeit, nagy sajtokat és füstölcsonkákat, marhaszegyeket, a legszebb rendben és a vagy gerjesztő módon elhelyezve a polcokon. Igazán jó leső látvány volt, de még ez se volt minden, mert a söntésben a lehető legkedvesebb asztalka mellett és a lehető legragyogóbb kis tűztő szomszédságában egy körülbelül 48 évesnek látszó, Szép, gömbölyű, pirosposgás özvegyasszony ült és teázgatott, éppen olyan vonzó arccal, mint maga a söntés, és nyilván a ház úrnője volt, mind e drága látos jószágok legfőbb fejedelemasszonya. A szép képnek csak egy hibája volt, egy nagy darab férfi, egy nagyon nagy ember, barna kabádban, fényes gombokkal, fekete pofaszakállal, hullámos fekete hajjal, aki az özvegyel teázott. És nem kellett nagy éles látás annak a fölfedezéséhez, hogy rábeszélése révén az asszonyka a legjobb úton volt, hogy özvegyi állapotától eltántorodjék, és ráruházza a privilégiumot, hogy odalent ülhessen az ivóban, most és mindig egészen élete fogytáig. Tom Smart semmi esetre sem volt irigy, vagy felfortyanó természetű ember, de ez a barna kabátus, fényes gombos férfi valahogyan mégis felkavarta, ami kis epe volt benne, és rettenetes felháborodással töltötte el a szívét. Annyival is inkább, mert a tükör előtt ülve, a helyéről időnként bizonyos apró szerelmi bizalmaskodásokat figyelhetett meg az őzvegy és a nagy darab ember között, ami elég bizonyság volt arra nézve, hogy a nagy darab ember termete arányában beférkőzött az özvegy kegyeibe. Tom szerette a forró puncsot. Sőt, merem állítani, hogy nagyon szerette. És miután gondoskodott róla, hogy csökönyös lovát jól megetessék, és jól elszállásolják, ő maga is bekebelezte utolsó falatig a jó kis meleg vacsorát, amit az özvegy saját kezüleg szolgált fel neki, aztán rendelt egy pohárral, csak úgy próbaképpen a kedvenc italából. Nos, hát, ha volt valami a konyha művészet széles birodalmának, aminek a készítésében az özvegy különösen kivált, ez éppen a nevezett ital volt. És Tom Smartnak már az első pohár olyan jól esett, hogy nagyon sürgősen rendelt egy másodikkal is. A forró puncs kellemes ital, uraim! minden körülmények között nagyon kellemes ital, de a barátságos ódon szobában, a pattogó tűz mellett, mi alatt odakint úgy süvöltött a szél, hogy a vénház minden eresztéke bele, Tom Smart felségesnek találta. Még egy pohárral, azután még egyel, nem vagyok bizonyos benne, hogy azután is nem rendelte még egyet, de mennél többet ivott a forró Annál többet gondolt a nagy darab emberre. Arcátlan egy fráter, gondolta magában Tom. Mi keresni valója van ebben a barátságos kis söntésben? És milyen képű csirkefogó ráadásul? Gondolta Tom. Ha az özvegynek volna egy kis jó ízlése, hát különb legény csipne fel magának. Tom pillantása a kandalló fölötti tükörről az asztalán álló pohárra tévedt, és miután azt tapasztalta, hogy kezd egyre jobban elérzékenyedni, kétta a negyedik pohár puncsot is, és egy ötödiket rendelt. Tom Smartnak uraim világ életében nagy kedve volt a kocsmárosi pályához. Becsvágya már régóta arra ösztökélte, hogy saját söntésében áldogálhasson zöld kabátosan, térdnadrágban, csizmásan. Nagyon vonzotta az olyasmi, hogy ünnepélyes lakomákon az asztal főn ülhessen, és sokszor elgondolta, hogy saját vendéglőjében milyen jól tudná irányítani a társalgást, és milyen kitűnő példával tudna előjárni az ivószoba vendégeinek. Ezek a gondolatok sebesen száguldottak át Tom agyán, mielőtt a forró puncsot szürcsölgette a pattogó tűz mellett, és úgy érezte, hogy méltányos és jogos fölháborodása amikor ez a nagy darab ember a legjobb úton van, hogy megkaparintsa ezt a remek fogadót, míg ő, Tom Smart, éppen olyan messze van ettől, mint valaha. Miután az utolsó két pohár puncs mellett fontolóra vette, hogy nincsen alapos oka belekötni a nagy darab emberbe, amiért sikerült neki a tűzről pattant özvegy kegyeibe férkőzni, végül is arra a megnyugtató eredményre jutott, hogy ő bizony, nagyon szerencsétlen ember, akivel rosszul bánnak, akit üldöz a balsors, sors, úgyhogy okosabban teszi, ha aludni megy. A csinos szolgáló fölvezette Tomot az ódon széles lépcsőházban, kezével fedezve a gyertyát, hogy megvédje a fúvó szelektől, amelyek az ilyen zegzugos vén épületben ezer utat lelhetnének maguknak, anélkül, hogy elfújják a gyertyát, s amelyek mindazonáltal mégis elfújták a gyertyát, és ezáltal alapot adtak Tom ellenségeinek arra a vádra, hogy nem is a szél oltott el a gyertyát, hanem ő maga, s míg színleg azzal vesződött, hogy megint meggyújtsa, valójában megcsókolta a szolgáló leányt. De hát akárhogyan is történt, sikerült újra lángra lobbantani a gyertyát, és Tomot egy hosszú sor szobán és folyosók útvesztőin keresztül egy helyiségbe vezették, mely el volt készítve számára, s ahol a szolgáló jó éjszakát kívánt neki, és magára hagyta. Jó tágas szoba volt, potrohos fali szekrényekkel, olyan ágyal, amelyen egy egész nevelő intézet elfért volna, nem is szólva arról a két töltyfa almáriumról, amelyekben egy egész kis hadsereg málhájának helye lett volna. Tom figyelmét azonban mindjárt lekötötte egy magas hátú, komor külsejű, fantasztikus faragású, furcsa karosszék, virágos damasztal párnázva, amelynek gömbölyű talpai gondosan vörös posztóba voltak csavargatva, mintha köszvény bántaná a lábujjait. Minden más furcsa székről csak az gondolta volna Tom, hogy lám egy furcsa szék, és ezzel az ügy el is lett volna intézve. De ebben a különös székben volt valami, amiről Tom nem tudta megmondani, hogy micsoda valami, amiben eltért és elütött minden egyéb bútor darabtól, amit Tom valaha életében látott, s ami, úgy látszik, egészen megbabonázta. Letelepedett a tűz mellé, s fél óra hosszat bámult az öreg székre. Ördög vigye el ezt a széket, olyan furcsa vénjószág volt, hogy nem tudta levenni róla a szemét. Nem, mondta Tom, miközben lassan levetkőzött, és szüntelenül az öreg széket bámult a vetkőzés közben is, az ágya mellett álló titokzatos képű széket, soha életemben nem látta még ilyen furcsa szerzetet. Igazán különös, mondta Tom, aki a forró puncs hatására kissé bölcselkedővé vált. Igazán különös. Mélységes bölcsességgel csóválgatta a fejét, és újra a szék felé pillantott. De hát nem tudott kiokosodni belőle. Bebújt át az ágyába, jó melegen betakorózott, és elaludt. Körülbelül egy fél óra múlva Tom hirtelen fölriadt zavaros álmából, amelyben nagy darab emberek és puncsos poharak keveredtek össze, és az első tárgy, amely felocsúdott érzékei elé került, a furcsa szék volt. Rá se nézett többé, szólt magában Tom, lehúnyt a szempilláit és igyekezett rábeszélni magát, hogy rögtön elalszik újra. Hiába. Szeme előtt csupa, furcsa szék táncolt, magasra dobálták a lábukat, egymás hátán ugráltak keresztül, bukfenceztek, tótágastáltak, cigánytereket hánytak. Akkor már jobb egy igazi széket nézni, mint száz képzeletbelit, mondta Tom, és kidugta a fejét a paplan alól. Ott volt az igazi szék, s ahogy a kandalló tüze rávilágított, éppen olyan kihívónak látszott, mint eddig. Tom rábámult a székre. És amint nézte, nézte, egyszerre csak azt látta, hogy a széken a legrendkívülibb változás megy végbe. A faragott támlán lassanként egy vén, ráncos emberi arc formája és vonásai tünedeztek elő. A damaszthuzat, Átváltozott ódon újas mellényé. A gömbölyű talpakból két láb lett, két piros posztó papucsba bújtatott láb, és az öreg szék egészen olyannak tűnt, mint egy múlt századból való csúf öregember, aki csípőre teszi a két kezét. Tom felült az ágyában, és szemét kezdte dörzsölni, hogy elűzze a látomást. Nem, nem ment. A szék egy csúf öreg úr volt, sőt, mi több, kacsingatni kezdett felé. Tom hirtelen természetű és bátor legény volt, és ráadásul megívott öt pohár forró puncsot, ennél fogva, ha bár az első pillanatban meg is hökkent, egyre nagyobb haragra gerjedt, amikor látta, hogy az öreg úr ilyen szemtelenül pislogat rá és integet neki. Végül elhatározta, hogy nem tűri tovább. És mint hogy a vénábrázat nem hagyta abba a kacsingatást, Tom dühös hangon megszólalt. Mi a fenének kacsingat itt rám? mert nekem úgy tetszik, Tom Smart, felelte a szék, vagy az öreg úr, nevezhetik, ahogy tetszik. Mind a mellett abba hagyta a kacsingatást, amikor Tom megszólalt, s helyette vigyorogni kezdett rá, mint egy elaggott majom. Honné tudja a nevemet, Vénmanó? kérdezte Tom, kisi meghökkenve, ám bár tette magát, mintha nem volna megijedve. Ejjjj, ej, Tom, mondta az öreg úr. Ilyen hangon nem illik ám beszélni egy jóra való spanyol mahagóni bútorral? Bizistók akkor sem bánhatnál vele milyen tiszteletlenül, ha közönséges puha fából volnék. És az öreg úr közben olyan haragos pillantással méregette Tomot, hogy ez kezdett megrémülni. Nem akartam tiszteletlenül viselkedni, kérem, mondta Tom, jóval alázatosabb hangon, mint ahogy kezdte. No, jó, no, jó, mondta az öreg. Elhiszem, elhiszem. Ide figyelj, Tom. Tessék, minden tudok róla, Tom. Minden dolgodat. Te nagyon szegény vagy, Tom. Persze, hogy szegény vagyok, felelte Tom. De honnét tudja ön ezt? Sose töld rajta a fejedet, mondta az öreg úr. Azon felül nagyon szereted a puncsot, Tom. Tom Smart már éppen ki akarta jelenteni, hogy az utolsó születésnapja óta egy kortyot semmi volt, de amikor pillantása találkozott az öreg úr tekintetével, Kiolvashatta belőle, hogy az mindent tud, úgyhogy csak elpirult, és egy szót sem szólt. Tom, mondta az öreg úr. Szép asszony az özvegy. Feltűnően szép asszony. igaz -e, Tom? Az öreg felhúzta a szemöldökét, keresztbe vetette sovány kis lábát, és olyan visszataszítóan szerelmes pofát vágott, hogy Tom szinte utálkozni kezdett ezen a léha viselkedésen kivált az ő korában. Én vagyok a gyámja, Tom, mondta az öreg úr. Igazán? kérdezte Tom. Ismertem az anyját, Tom, mondta az öreg, meg a nagyanyját. Nagyon szerelmes volt belém. Ő varta nekem ezt a mellényt, Tom. Csak ugyan? kérdezte Tom. Meg ezeket a papucsokat is. Folytatta az öreg úr, megemelintve az egyik piros posztó papucsát. De nehogy tovább, Tom, nem szeretném, aki tudódnék, hogy ennyire szerelmes volt belém, még valami galibát okozna a családban. És a vén betyár olyan mérhetetlenül szemtelen képet vágott ehhez, hogy Tom, mint később kijelentette, képes lett volna furdalás nélkül leülni rá. Fiatal napjaimban nagyon szerettek ám a nők, tudod-e, Tom? mondta az elvetemült vén kéjenc száz meg száz szép asszony órák hosszat üldögélt az ölemben. No, mit szólsz ehhez, te kófítsz, mi? Az öreg úr már éppen elő akart hozakodni más hasonló ifjúkori hőstetteivel, amikor olyan heves a recsegési roham jött rá, hogy nem volt képes folytatni. Úgy kell neked, öregem, gondolta magában Tom Smart, de azért nem szólt semmit. Ó, mondta az öreg. Most hát meg is szenvedek érte alaposan. Vénülök, Tom, Kiullott már majdnem minden keresztlécem. Egy műtéten is át kellett esnem. A hátamba betoldottak egy kis darabot. Keserves megpróbáltatás volt, Tom. Elhiszem, uram, mondta Tom Smart. No, de hát most nem erről van szó, Tom, mondta az öreg úr. El akarom vétetni veled az özvegyet. Velem, uram, kiáltott fel Tom. Veled, felelt az öreg úr. Ej, a jó Isten áldja meg azt a tisztes ősz fejét, felelte Tom, az öreg úrnak volt még néhány megmaradt lószőrszála. A jó Isten áldja meg magát, uram, hiszen nem jön hozzám az az asszony. És Tom önkéntelenül felsóhajtott, mert eszébe jutott a söntés. Nem megy hozzád? kérdezte az öreg úr kemény hangon. Nem, nem, hát, felelte Tom. Másra nézott a szerencse. Egy nagy darab emberre, egy fene nagy darab, fekete pofaszakálas emberre. Tom, mondta az öreg úr, az özvegy soha sem lesz annak a felesége. Soha, mondta Tom. Hát, ha maga ott lett volna a söntésben, öreg úr, akkor másképp beszélne? Eh, mit, mondta az öreg úr, tudok én mindent. Mi mindent? kérdezte Tom. A csókolózást az ajtó mögött, meg minden egyéb félét, Tom, mondta az öreg úr. Már megint olyan huncutól szemtelen volt a tekintete, hogy Tom nagyon dübe jött, mert, amint tudják, uraim, nincs a világon csúnyább dolog, mint mikor az öreg fickó, akinek már több esze lehetne, ilyen dolgokról beszél. Tudok én mindent, Tom, mondta az öreg úr. Fiatalkoromban sok e félét láttam, és sokkal több párocskától, semhogy, mint elsorolhatnám neked. De azért csak nem lett ezekből semmi? Sok furcsa dolgot láthatott életében, mondta Tom, kíváncsi pillantással. Mérget vehetsz rátom, hogy láttam, felelte a vénkópi, rendkívül sokat mondó pillantással. Utolsó tagja vagyok családomnak, Tom, mondta az öreg úr mély Nagy család volt? kérdezte Tom Smart. Tizenketten voltunk testvérek, felelt az öreg úr. Egyenes hátú, jóképű, szép szál gyerekek, hogy párját ritkította valahány. Nem a féle mai torsz támlával, karfával, szép fényes politúrral ellátva, hogy a szíved is repesne, ha látnád, bárha nekem nem illik mondanom. És mi lett a többiekkel, uram? kérdezte Tom Smart. Az öreg úr személyez emelte a könyökét, és így felelt. Meghaltak, Tom, meghaltak. Nehéz szolgálatunk volt, Tom, és az ő szervezetük nem volt olyan erős, mint az enyém. Közvényesett a karjukba, meg a lábukba. Úgyhogy a konyhába és más kórházakba kerültek. Az egyik a hosszú szolgálatban és a terhes használatban teljesen tönkrement. Olyan nyomorékká vált, hogy tűzre kellett vetni. Megdöbbentő eset volt az, Tom. Rettenetes, mondta Tom Smart. Az öreg pár pillanatig hallgatott. Nyilvánvalóan a felindulásával küzdött, azután így szólt. No, de eltértem a tártoltom. Az a nagy darab ember, Tom, az egy haszontalan kalandor. Mihelyt feleségül venni az özvegyet, nyomban túladna minden ingóságán és kereket oldana. S mi lenne ennek a következménye? Az özvegyből tönkretett, elhagyott asszony válna, én pedig valami zsibárus boltjában meghülnék, halára fáznám magamat. Igen, de ne kapkodj a szavamba, mondta az öreg úr. Rólad, Tom, egészen más a véleményem, mert jól tudom, hogyha egyszer sikerül befészkelned magad egy vendégfogadóba, nem is mennél ki belőle, amíg a négy fala között van mit innod. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jó véleménnyel van rólam, uram, felelte Tom Smart. Ennél fogva, jelentette ki az öreg úr diktátori hangon, tiéd lesz az özvegy, és nem a másiké. De hogy üthetném ki a nyerekből? kérdezte Tom Smart mohón. Azzal a kis leleplezéssel, hogy ő már házas ember, felelte az öreg úr. De hogyan tudom ezt rábizonyítani? kérdezte Tom, félig kiugorva az ágyból. Az öreg úr egyik karja felcsapódott, s miután rámutatott az egyik töltyfa almáriumra, rögtön vissza is hajolt előbbi helyzetébe. Ez az ember nem is sejti, mondta az öreg úr, hogy az almáriumban levő nadrágjának jobb zsebében ott felejtett egy levelet, amelyben kétségbe esett felesége könyörög neki, hogy térjen vissza, hozzá, és hat, jó jegyez meg Tom, hat, kiskorú, neveletlen gyermekéhez. Az öreg úr ünnepélyes hangon elmondta mindezt, aztán az arconásai kezdtek mindinkább elmosódni, és az alakja árnyékká halványodott. Tom szemére fátyol ereszkedett. Az öreg alakja, mint a lassanként összefolyt volna a székkel, a virágos damaszt mellény visszaváltozott párnává, a piros papucsok pedig kis, piros szövetrondyokká zsugorodtak össze, amelyekbe a szék talpai voltak csavargatva. A világosság szépen kialudt, Tom visszahanyatlott párnájára és álomba merült. Másnap reggel Tom felébredt mély álmából, Abból a bódultságból, amelybe az öreg úr eltűnése után esett. Fölült ágyában, s néhány percig hasztalanul igyekezett visszaidézni, emlékezetébe az elmúlt éjszaka eseményeit. Egyszerre aztán megrohanták emlékei. A székre pillantott. Kétségtelen, hogy fantasztikus és barátságtalan bútor darab volt, de mégiscsak nagyon élénk és leleményes képzelő tehetség kellett hozzá, hogy hasonlóságot lehessen fölfedezni közte is egy öregember között. – Hogy vagy öregem? – kérdezte Tom. Napvilágnál bátrabb volt, csak úgy, mint a legtöbb ember. A szék nem mozdult, és egy szót sem szólt. – Csúnya időnk van, igaz-e? – mondta Tom. Hiába, a szék nem volt hajlandó társalgásba bocsátkozni. – Hmm, melyik almáriumra mutattál? Ezt csak megmondhatod, szólt Tom. Hiába, uraim, a székből egy veszekedett szót sem lehetett kiszedni. Hiszen nem nagy fáradtság kinyitni, mondta Tom, és nagy óvatossággal felkelt az ágyból. Oda lépett az egyik almáriumhoz. A kulcs a zárban volt. Megfordította, és kinyitotta az ajtaját. Csak ugyan volt benne egy nadrág belenyúlt a zsebébe, s kihúzta belőle azt a bizonyos levelet, amelyről az öreg úr beszélt. Ej, de furcsa dolog, mondta Tom Smart. Először a székre nézett, majd az almáriumra, aztán a levelet nézte, aztán megint a széket. Rendkívül furcsa, mondta Tom. De mint hogy hiába nézte őket, nem tudta csökkenteni a dolog furcsaságát ezzel sem, Legjobbnak látta, ha felöltözködik, és most rögtön elintézi a nagy darab ember ügyét, csak azért, hogy a bizonytalanságtól megmentse. Tom, ahogy ment lefelé a lépcsőn, már a házigazda szemével nézte a szobákat, melyeken keresztül haladt, mert nem találta képtelenségnek, hogy rövidesen az övé legyen mindez a sok szoba, minden benne valóval együtt. A nagy darab ember ott állt a barátságos kis söntésben, hátra tett kézzel, egészen otthonosan. Bambán vigyorgott Tomra. Aki véletlenül látja, azt hitte volna, hogy csak a fehér fogait akarja mutogatni. Tom Smart azonban azt képzelte, hogy a nagy darab ember bal felől, a szívetáján, föltéve ugyanúgy egyáltalában van szíve, diadalmas örömet érez. Tom az arcába nevetett. És bekérette a fogadósnét. Jó reggelt, asszonyom, mondta Tom Smart, s betette a kis szoba ajtaját, mihelyt az özvegy belépett. Jó reggelt, uram, felelt az özvegy, mit parancsol reggelire, kérem. Tom azon törte a fejét, hogy miként fogjon a dologhoz, így hát egyelőre nem felelt semmit. Nagyon szép sonkánk van, mondta az özvegy, és remek hideg pulykánk szalonnával tűzdelve, nem parancsolja, uram? Ezek a szavak felrázták Tomot tűnődéséből. Mi az özvegy beszélt, imádota egyre nőtt iránta. Figyelmes teremtés. Milyen kitűnően ellátná az embert. Ki az az úra söntésben, asszonyom? kérdezte Tom. Jenkinsnek hívják, kérem, felelte az özvegy, kisé elpirulva. Nagy darab ember, mondta Tom. Nagyon szép ember, uram, felelt az özvegy, és igazi, finom úri ember. Eh, mondta Tom. Parancsol még valamit uram? kérdezte az özvegy, akit Tom viselkedése kissé zavarba hozott. No, hát igen, felelte Tom. Édes jó asszonyom, nem volna szíves egy percre, helyet foglalni. Az özvegy nagyon meglepett arcot vágott, de azért leült, és Tom is leült szorosan melléje. Már azt nem tudom, uraim, hogy történt, hogy nem. Egyébként a nagybátyám is mindig úgy mesélte, hogy Tom Smart is úgy adta elő, nem tudja, hogy történt, hogy nem, de akárhogy esett is, elég az hozzá, hogy Tom tenyere, az özvegy kezefejére hanyatlott, és ott is maradt, amíg csak beszélgettek. Édes jó asszonyom, mondta Tom Smart, mert mindig nagyon szerette adni a szeretetre méltó gavallért. Édes jó asszonyom, kegyed megérdemli, hogy igazán kitűnő férjet kapjon. Igazán megérdemli. Az Isten szerelmére uram, mondta az özvegy, és igaza is volt, Tom meglehetősen szokatlan módon, szinte mondhatnánk, meghökkentő módon kezdte meg a társalgást, kivált, ha az ember számba veszi azt a körülményt is, hogy az özvegy tegnap este látta őt, először életében. Az Isten szerelmére, Uram! Nem kenyerem a hízelgés, édes jó asszonyom, mondta Tom Smart. Kegyed megérdemli, hogy kitűnő, derék férjet kapjon, s akárki is lesz az, nagyon szerencsés embernek valhatja majd magát. Tom szeme közben az özvegy arcáról önkéntelenül a kényelmes berendezésre téved. Az özvegy még zavarodottabbnak látszott, mint eddig, és egy mozdulatot tett, hogy felálljon. Tom szépen megfogta a kezét, mint egy tartóztatva, mire az asszony visszaült. Az özvegy asszonyok uraim általában nem nagyon félénkek, szokta mondani a nagybátyám. Igazán nagyon lekötelez, uram, hogy ilyen jó véleménnyel van rólam, mondta a tűzről pattant fogadósné, félig nevetve, és ha valaha megint férhez megyek, ha, szólt Tom Smart, és a bal szemének a jobb szögletéből nagyon ravasz pillantást vetett az asszonyra. Ha? No persze, mondta az özvegy, és ezúttal már hangosan elnevette magát. Ha magam, remélem, hogy olyan jó férjet kapok, amilyent önemlegetett. Mint amilyen például Jenkins, mondta Tom Smart. Ó, uramisten, kiáltott fel az özvegy. Ó, csak ne beszélje, mondta Tom. Ismerem én Jenkins-t. Bizonyos vagyok benne, hogy aki ismeri is semmi rosszat nem mondhat róla. Felelte az özvegy, akit Tom rejtélyes arca és magatartása kihozott egy kis a sodrából. Hmm, mondta Tom Smart. Az özvegy úgy látta, hogy itt az alkalmas perc a sírásra, ennél fogva előszette zsebkendőjét, és megkérdezte Tomtól, hogy bántani akarja-e. Hogy tisztességes emberhez illő dolognak tartja-e, befeketíteni egy másik tisztességes embert a háta mögött. És, ha van valami mondani valója, miért nem mondja meg a szemébe annak, akit illet, mint férfi, a férfinak, ahelyett, hogy egy szegény gyöngyen őt rémítgetne vele, és így tovább. Megmondom én a szemébe is. Még elég jókor, felelte Tom, csak azt akarom, hogy kegyet hallja meg először. Hát miről van szó? kérdezte az özvegy, és nagy figyelemmel nézett fel Tomra. Nagyon meg fogja lepni, mondta Tom smart, és zsebébe nyúlt. Ha azt akarja mondani, hogy nincs neki pénze, felelte az özvegy, azt már úgy is tudom, ne fárassza magát hiába. Ugyan csacsiság? Az még nem jelent semmit, mondta Tom Smart. Nekem sincs pénzem, nem arról van szó. Ja, Istenem, hát akkor mi lehet? Kiáltott fel a szegény asszony. Ne ijedjen meg, mondta Tom Smart. Szép lassan előhúzta a levelet és felbontotta. De nem fog sikoltozni, kérdezte Tom kétkedő hangon. Nem, nem, felelt az özvegy, csak mutassa már. De nem fog elájulni, vagy hasonló bolondokat cselekedni, kérdezte Tom. Nem, nem, felelte az özvegy, türelmetlenül. És nem rohan ki, hogy neki támadjon, mondta Tom. Mert mindezt majd én elintézem, legjobb, ha maga nem is ártja bele magát a dologba. Jó, jó, mondta az özvegy, de hadd lássam már azt a levelet. Tessék, felelte Tom, és azzal az özvegy kezébe nyomta a levelet, Nagybátyám úgy mesélte uraim, hogy Tom Smart előadása szerint a leleplezés hallatára az özvegy olyan kétségbe esett jajgatásba fogott, hogy egy kőszívet is meglágyított volna. Tom pedig roppantul lágy szívű volt, és az asszonyka jajgatása a szíve gyökeréig hatolt. Az özvegy ide-oda hányta vetette magát, és a kezét tördelte. Ó, milyen gyalázatosak és gonoszak a férfiak, kiáltotta az asszony. Borzasztó, igazán borzasztó, édes asszonyom, de szedje össze magát, mondta Tom Smart. Ó, nem tudok magamhoz térni, zokogott az özvegy. Sose találok többé olyat, akit így tudnék szeretni. Hogy ne találna, majd talál édes lelke, mondta Tom Smart, akinek annyira megesett a szíve az asszonyka balsorsán, hogy zápor eső módjára kezdte hullatni a könnyeit. Aztán Tom Smart merő részvédből Átkarolta az özvegy terekát. Az özvegy merő fájdalmában megragadta Tom Smart kezét. Felnézett Tom arcába, és a könnyein keresztül mosolyogni kezdett. Tom viszont lenézett az asszony arcába, és a saját könnyein keresztül ő is mosolyogni kezdett. Hogy megcsókolta-e Tom az özvegyet ebben a döntő pillanatban, ezt, uraim, sohasem tudtam megállapítani. Tom, mindig úgy mesélte a nagybátyámnak, hogy nem, de én kételkedtem benne. Köztünk maradt szó legyen, uraim, én inkább azt hiszem, hogy megcsókolta. Annyi bizonyos, hogy fél órával később Tom kitette a szűrét a nagy darab embernek, és egy hónappal később feleségül vette az özvegyet. Aztán ott kocsikázott a környéken, piros piroskerekű, agyakszínű kis gigién, gyors lábú, csökönyös pejkoncájával amíg csak fel nem adta a fogadót, hosszú esztendők múlva, s a feleségével együtt el nem költözött Franciaországba. Az öreg házat később lebontották. És szabadna tudnom, kérdezte a kíváncsi öreg úr, hogy vajon mi lett a székkel? Hát, felelte a félszemű Vigéc, az esküvő napján úgy vették észre, hogy nagyon sokat recsegett. De Tom Smart nem tudta, hogy örömében recsegette annyit, vagy az öregségtől. De inkább az utóbbi lehetett az oka, úgy gondolta, mert a szék soha többé nem szólalt meg. Mindenki elhitte ezt a történetet, ugye? kérdezte a mocskos képű férfi, újra megtönve a pipáját. Mindenki, kivéve Tom ellenségeit felelte a vigéc. Némelyik ellensége azt állította, hogy az egészet Tom költötte. Mások meg azt mondták, hogy részeg volt, álmodta, a nadrákhoz pedig úgy jutott, hogy lefekvés előtt tévedésből elcserélte a magáival. De persze senki sem adott ezekre a rossz indulatú beszédekre. Tom azt mondta, ugye, hogy igaz a történet. Szóról szóra. És a maga nagybátyja is elhitte. Betűről betűre. Nagyon kedves emberek lehettek mind a ketten, mondta a mocskos képű. Bizony azok voltak, felelte a vigéc. Nagyon kedves emberek voltak.